16. fejezet. Az idő és a gond gyötörte meg, talán a kegyes idő visszahozza élte szép napjait, és olyanná lesz, mint volt. Bármi vár ránk, felkeressük. Régi színdarab. Radcliffe szavait Isabella már nem hallotta, de amint visszapillantgatott, bátorítást merített abból, hogy alakját, a halványan is, még látta az esti szürkületben. Kis idő múltán azonban Radcliffe árnya beleolvadt a sűrűsödő esthomályba. Mire a magányos öreg viskójához ért, már egész szembe esteledett. Két ízben is nyúlt az ajtó felé, de kezét mindkétszer visszarántotta, s midőn végre sikerült legyőznie félelmét, a kopogás gyengében hangzott, mint szíve dobogása. Ezután hangosabban kopogott. Félt ugyan attól, akitől védelmet remélt, de még jobban rettegett attól, hogy a támogatást, amellyel Radcliffe kecsegtette, nem kapja meg, és harmadjára is bezörgetett. Végül, mint hogy válasz nem jött, felvett nevén kezdte szólongatni a törpét, könyörögvén, hogy nyisson neki ajtót. Ki az az utolsó nyomorult? Szólt ki a magányos öreg szívdermesztő hangon. Aki arra szorul, hogy itt keressen menedéket. Hord el magad, ha a fűr fészket keres, nem búmik rókajukba. Én vagyok az apó, remegte Isabella. Nagy baj hozott ide. Ha emlékszel még ígéretedre, te magad kötötted a lelkemre, hogy nehéz órában hozzád fordulhatok. Szíved és házad mindig nyitva áll előttem, de attól tartok. Nocsak, mordult a magányos öreg. Hát te vagy az, Isabella vére. Mivel bizonyítod, hogy valóban te vagy az? Magammal hoztam a rózsát, amit adtál. Még el sem hervadt. A sors, amit megjósoltál, már is utolért. Ha te álltad a szavad, mondta a törpe, én sem hazudtalom meg a magamét. Szívem és házam, melyet zárva tartok minden más földi lény előtt, befogad téged és bánatodat. Bendről léptek hallatszottak, s kisvártatva mécses fénye lobbant. Csikordult a retesz, meglazultak a pántok, s miközben a zárak egyenként elmozdultak, Isabella szíve mind hevesebben zakatolt. Feltárult az ajtó, s ott állt előtte a magányos öreg, torz alakját és ábrázatát megvilágította a lámpa is, amelyet kezében tartott. Gyere, kínok gyermeke, szólt a törpe, lépd át a keservek házának küszöbét. Isabella belépett, s gyanakodva figyelte, amint a mécsest az asztalra helyezvén, a törpe legelőször is újra bereteszelte az ajtót, a lány ettől még jobban megrémült. A csikorgástól, amely e bajós műveletet kísérte, még inkább megriadt, de emlékezett arra is, amire Radcliffe figyelmeztette, megpróbálta át összeszedni magát, nehogy bármi jelét adja félelmének. A pisla mécs sápat fénnyel árasztott el a szobát. Az öreg helyjel kínálta Isabellát a tűzhely melletti patkán, egyébként azonban ügyet sem vetett rá, a marjában pattogó rőzsetizet sikerített, amelynek fénye beragyogta az egész kaibát. A tűzhely egyik oldalán fapolcok álltak, rajtuk néhány könyv, egy-két száraz gyógyfűköteg, továbbá fából kifaragott bögrék, megtányírok. Másik oldalán közönséges kerti szerszámok sorakoztak, vegyesen a barkácsoláshoz használtakkal. Az ágyat hevenyészet dikó pótolta, rajta száraz fű meg avar. Az két anya szójája. A viskó belülről 10 láb hosszú, 6 láb széles lehetett. Az említetteken kívül egy durva fenyődeszkából ácsolt asztal és 2 szék alkotta bútorzatát. Ebben a szűk odóban volt hát összezárva Isabella egy olyan lénnyel, akinek élete történetéből alig ha meríthetett bátorítást. Ellenkezőleg, csúf ábrázatának riasztó idomtalansága majdhogy nem babonás félelmet keltett benne. A törpe átellenben foglalt helyet, busa, bozontos szemöldöke beárnyékolta apró, szúrós fekete szemét, szótlanul merett a lányra, mint a egymással viaskodó érzelmei késztetnék várakozásra. Isabella halálos sápadtan ült vele szemben. Hosszú haja,
amelyből a szitáló esti harmat kisimította a hullámokat, csapzottan hult alá vállára, keblére, olyan formán, mint amikor vihar múltán a zászlók ázottan csüknek alá a partra vetett hajó árbocáról. A törpe törte meg elsőnek a csendet. Váratlanul, sürgetőn, türelmetlenül szegezte a lánynak a kérdést. Miféle balsors hozott ide? Az apámat fenyegető veszély és a te parancsod, felelte a lány halkan, de határozottan. És tőlem remélsz segítséget? Ha számíthatnék rá, válaszolta a lány alázatos hangon, miként előbb. És miből gondolod, hogy hatalmamban áll segíteni? Folytatta a törpe, fanyar mosolyra húzva ajkát. Olyannak látszom, aki képes bajokat orvosolni? Olyan várban lakom-e, amelynek birtokosa meg tudja védeni otthonát s a rászorulót? Csupán csúfolódtam veled, amikor bíztattalak, hogy könnyíteni tudok bajodon. Úgy hát távozzam, és mérkőzzek meg sorsommal, ahogy tudok. Maradj, parancsolt rá a törpe, s felserkenve az ajtó és a lány közé állt, intett Izabellának, hogy üljön vissza a helyére. Van még megbeszélni valónk. Miért vár az ember mástól segítséget? Miért nem tud mindenki helytállni önmagáért? Nézd csak körül itt. Én, aki a természet rugdalt mostoha gyermeke vagyok, én nem kérek sem szánalmat, sem segítséget senkitől. E köveket én raktam egymásra. Ezeket a konyhai alkalmatosságokat tulajdon két kezemmel formáztam. Ezzel pedig, mondta Kaján mosollyal, kezét a mindig magánál hordott tör margolatára tette, kissé kihúzva hüvelyéből, csak annyira, hogy pengéje megvillanjon a tűz fényében. Ha kell, megvédem e nyomorult testben senybedő szikrát az életemre törő latroktól, akiknek a természet pompás küllemet és erős izmokat adott. Evel visszacsúsztat a tokjába a tört. Izabella kis híján felsikoltott, de erőt vett magán. Az élet, folytatta a remete, természettől ilyen, magányos, önző és társtalan. Farkas nem fordul farkashoz, ha odúját keresi, keselyű nem hív keselyűt, ha lecsap a zsákmányra. És a szükségükben nem találnak támogatóra, mondta Izabella, bölcsen arra gondolva, hogy a törpe virágnyelvébe bújtatott érvekkel férkőzhet hozzá leginkább. Akkor mi történik velük? Ékoppon maradnak, felfordulnak, s rájuk borul a feledés. Ez mindnyájunk osztály része. A vadságban élő törzseké, érvelt Izabella, s kivált azoké, melyek társat nem tűrő zsákmányszerzésből kényszerülnek fenntartani maguk, de nem a természet törvénye általában, még az alacsonyabb rendűek is szövetkeznek közös védelemre. Az emberiség pedig, az emberi faj kipusztulna kölcsönös segítség híján. Attól kezdve, hogy az anya gyermekét babusgatja, addig a pillanatig, amikor a haldokló homlokáról egy jótét lélek letörli a gyöngyöző verítéket, nem lehetünk meg egymás segítsége nélkül. Ha tehát valaki segítségre szorul, joga van embertársaihoz folyamodni, és vétkezik, aki tudna segíteni, de nem teszi. És ezzel az együgyű bizakodással, szegény gyermekem, folytatta a magányos öreg, kértél a pusztába olyan valakihez, akinek az a vágya, hogy az általad oly nagyra tartott szövetség örökre megszűnjék, s kipusztuljon-e faj, nem féltél ide jönni? A végszükség, mondta Izabella határozottan, erősebb a félelemnél. Nem hallottad, hogy kérész életű fele barátait szerint én olyan hatalmakkal szövetkeztem, melyek épp úgy undort keltenek, épp úgy az emberi faj megrontását kívánják, mint jó magam? Nem hallottál semmit erről? És épp ének idején lopózol ebbe az adóba? Az a lény, akit imádok, erőt ad nekem az ilyen oktalan félelmekkel szemben, mondta Izabella, de keblének egyre nyugtalanabb remegése elárulta, hogy szavai nem szívből fakadnak, hogy csak színleli a bátorságot. Na csak, mondta a törpe, milyen jól illik hozzád a bölcselő szerepe. Mégis nem gondoltál arra, hogy veszélyes lehet, ha így fiatal szemlevaló létedre kiszolgáltatod magad annak, aki annyira gyűlöli az emberiséget, hogy legfőbb örömét abban leli, ha legszebb példányait elrútíthatja, megalázhatja és elpusztíthatja? Izabella, bár félt, remegett,
Határozott hangon folytatta. Bármi sebeket is kapott ön a világtól, nem viheti rá a lélek, hogy olyan valakin álljon bosszút, aki nem ártott önnek, sőt, tudtával másnak sem. Úgy van, csak hogy ifjú hölgy, folytatta, miközben szeme szikrát szórt a gyilkos indulattól, amely ábrázatát is félelmetesen eltorzította. A bosszú falánkfarkas, amely egyet akar, húst marcangolni és vért szürcsölni. Azt gondolja, hogy megindíthatja az ártatlanságáról bégető bárány? Higgye el, folytatta Izabella felállva, ünnepélyes méltósággal. Ezekkel az iszonyú gondolatokkal hiába akar megfélemlíteni, nem képes rá. Mindez nem ér fel hozzám. Akár ember ön, akár ördög, nem bánthatja azt, aki végső kétségbeesésében folyamodott önhöz. Ezt nem teheti, ezt nem meri megtenni. Igazad van, leánykám, helyeselte magányos öreg. Nem tudok, nem merek ilyet tenni. Most menj szépen haza. Ne félj, bármivel is rémítenek. Védelmet kértél tőlem, meglásd, megkapod. De apó, már megfogadtam, még ma éjjel hozzámegyek ahhoz a férfihoz, akitől iszonyodom, különben pusztulásba döntöm apámat. Ma éjjel? És pontosabban mikor? Éjfél előtt. S már öreg este van, mondta a törpe, de ne félj semmitől, addig még van időd, hogy cselekedjem. És az apám? Kérdezte Izabella esdekelve. Az apád? Felelte az öreg. Mindig is gyűlölt ellenségem volt, az ma is. Ám ne félj, tiéd az érdem, hogy őt sem éri baj. Most azonban eredj, ha tovább maradnál, megint ábránt képeim támadnának az ember nagyszerűségéről, pedig már egyszer kegyetlenül kihozanottam. Nyugodj meg hát, az oltár előtt fogsz már állni, midőn kiszabadítlak. Ég veled, az idő sürget, cselekedni kell. Az ajtóig vezette Izabellát, és aztán útjára engedte. A ló közben kint legelészett a kertben. A lány felült rá, és az épp kelőben lévő hold világánál arra felé fordította, ahol Radcliffe-től elbúcsúzott. Sikeres volt az útja? Tudakolta Radcliffe. Aki ezt küldött, mindent megígért, de hogyan tudja ígéretét teljesíteni? Adjon hálát az égnek, könnyebbült meg a férfi. Higgy el, amit megígért, azt hatalmában áll teljesíteni is. Ebben a pillanatban éles füttyentés hangzott a pusztán. Hallja, szólt Radcliffe, engem hív. Vélek is azt mondja, ön most hazatér a kert oldalsó kapuján, hagyja nyitva a reteszt, ahhoz, amelyik a hátsó lépcsőre nyílik, saját kulcsomban. Másodszor is fügy szólhasson, még élesebben és hosszabban, mint először. Megyek már, megyek! Kiáltotta Radcliffe, megsarkantyúzta lovát, s elvágtatott a pusztán a remetelak irányába. Vérekisasszony visszatért a várba. Lovat tüzes jószág volt, őt magát fűtötte az izgalom, így aztán szélsebesen röpültek hazafelé. Mindent úgy tett, ahogy Radcliffe megparancsolta, bár utasításainak célját nem értette tökéletesen. Lovát kicsapta a kert melletti gyepre, s lakosztályába osont anélkül, hogy bárki észrevette volna. Kinyitotta a zárat, s lámpásért csengetett. A szolgával együtt, aki a hívásra megjelent, hogy teljesítse a kisasszony kérését, apja lépett a szobába. Kétszer is hallgatóztam az ajtódnál, mondta az apa. Azóta, hogy 2 órával ezelőtt eltávoztam tőled, s mivel hangot nem hallottam, nyugtalankodni kezdtem, hogy netán bajod eshetett. És most, apám, arra kérem, tegye meg, amit nagy lelkűen megígért. Hadd élvezzem itt magamra hagyva egyedül szabadságom utolsó pillanatait, hadd éljek az utolsó percig a haladékkal, melyet öntől kaptam. Így lesz, mondta az apja, s más sem fog zavarni. De milyen rendetlen a ruhád, és e kócos, zilált fürtök, nehogy megint így találjalak, amikor visszajövök. Az áldozat csak akkor ér valamit, ha jó szívvel hozzák. Ez az előírás? Vágott vissza Izabella. Hát ne féljen, atyám, az áldozat fel lesz cicomázva.